Pályázati fórum elnevezésű szakmai tájékoztatót tartottak a Hungaroszpa Termál Hotel konferencia termében. A rendezvényen 2014-2020-as tervezési időszak keretében megjelenő Európai Uniós pályázatok részleteit és jelentkezési feltételeit ismertették. Pályázati fórum című szakmai tájékoztatót tartottak a Hungaroszpa Termál Hotel konferencia termében november 25-én. A program célját Mészáros Sándor, a Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara Hajdúszoboszlói területi szervezetének elnöke foglalta össze. A Hajdú-Bihar megyei kereskedelmi és iparkamara, annak a Hajdúszoboszlói szervezete is rendszeresen szervez vállalkozói fórumokat. A mai is azt tulajdonképpen, most ezt nevezhetjük pályázati fórumnak is, ilyenkor szoktuk a vállalkozókat tájékoztatni arról előadóinkon keresztül, hogy például milyen adózási jogszabályváltozások történnek, például az év bármely részében, illetve pályázati lehetőségekről. Most az utóbbit céloztuk meg. Elsőként Meleg Attila tartott előadást, aki többek között ismertette a Széchenyi Programiroda tevékenységét. A Széchenyi Programi Nonprofit Kft., ami minisztériumhoz tartozik, az a feladatunk, hogy a 14-20-as pályázati ciklusban segítsük a pályázókat térítésmentes tanácsadással és segítségnyújtással. Igazából mindenkit érint, akinek van valamilyen vállalkozása, vagy azoknak, akik 18 év felett vannak, mert számukra van most egy új fiatalok vállalkozó válásának támogatása, ez két részről áll, 18 és 30 év, meg a 30 év felettiek. Akinek nincsen vállalkozás, az ebben a pályázati formában indulhat most is, alapított egy új vállalkozást, ezen kívül pedig minden olyan szervezetet, civil szervezetet, egyesület alapítványt, akár egyházat, önkormányzatot és vállalkozást segítünk, akinek valamilyen uniós pályázata van a 14-20-as pályázati ciklusban. A fórumon a jelenlévők teljes körű tájékoztatást kaptak többek között arról, hogy mit kell tenniük, ha jelentkezni szeretnének. A fiatalok vállalkozó válására szeptembertől lehetett jelentkezni, nagyon sokan jelentkeznek 30 év felett. Hajdú-Bihar megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Jászlókun-Szolnok megyében közel 2100 fiatal fog ezen a pályázaton támogatást kapni. Ebből olyan 700, több mint 700 jelentkező lehet 30 év felettiek, a többi 30 év alattinak kell lennie, egy folyamatos jelentkezési lehetőség van a pénzajövőthöz.hu honlapon keresztül. Miután kiderült, hogy ők megkapják a támogatást, kvázi fogjátok még a kezüket, tehát figyelemmel kíséritek a továbbiakat? Abszolút. A mi dolgunk az, hogy az ötlettől a utolsó forint lehívása, és sőt, még utána a projekt fenntartási időszakban is segítsük a pályázót. Segítsük a pályázat beadnyújtásában, segítsük annak előkészítésében, egy sort sem írunk helyettük, segítjük a kifizetési kiem lehívásában, az összes szakmai beszámoló elkészítésében, és a végén, amikor majd projekt fenntartás van, lezárt a projekt és van egy projekt fenntartás, a projekt fenntartási időszakban a projektfenntartási jelentés benyújtásában is segítjük, tehát mondhatnánk azt is, az ötlettől az utolsó jelentés beadásáig fogjuk a kezüket térítésmentesen. A pályázatok elbírálásánál amiket vesztek figyelembe, mik a kritériumok? Igazából a pályázatok elbírálását azt a pénzügyminisztérium, illetve a Magyar Államkincstár és több ilyen kiíró szervezet csinálja meg. Alapesetben ebben a konkrét felhívásban igazából azt nézik meg, hogy részt kell venniük a pályázatnak egy felkészítésen, írnak egy üzleti tervet, ezt leminősítik az üzleti tervet, ez alapján lesz egy pontszám, vagy kapnak egy tanúsítványt tulajdonképpen. A tanúsítványa a pályázatnak, azt nézik meg, hogy ők alkalmasak-e arra, hogy meg tudják csinálni a vállalkozást, és maga az üzleti ötlet az életképes-e, meg tudnak-e belőle majd élni, és le tudják-e bizonyítani, tulajdonképpen, hogy ők az a pénzt tudnak keresni, és tudnak vállalkozóként sikeresek lenni. Az új gyakornoki program olyan vállalkozóknak segít, akik 25 év alatti pályakezdő fiatalokat foglalkoztatnak, vagyis olyanokat, akiknek nincs még szakmai tapasztalatuk. Ez egy nagyon hosszú pályázat, ez 16-ban írták ki legelőször, ez most nyáron lezárult, és ennek most 19-ben újra nyitották ezt, tette bele a plusz forrást, és egy új pályázati felhívás, ez a neve, új gyakornoki pályázat, ezen keresztül lehet most ezt folytatni tulajdonképpen ezt a megkezdett 3 év programot. Ebben a cégek kiválasztják a számukra alkalmasnak tűnő 25 év alatti középfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő fiatalt, felveszik, kapnak támogatást a foglalkoztatásához, a bérjéhez, a járulékához, tovább kell őket foglalkoztatni a támogatási időn túl, ez a kötelezettsége a pályázónak, kapnak hozzá eszközt és mentor támogatást annak érdekében, hogy nekik munka lehetőséget biztosítsanak. Így mindenki jól jár, a vállalkozó kap egy fiatal gyakornokot, akinek kapnak bér és járulék támogatást, megtanítják közben dolgozni, a fiatal pedig, mivel nem volt eddig munkaviszonya, mert most végzett a középfokú végzettségével, ő pedig kap egy munkalehetőséget és megtanulja, hogy a szakmájában hogy tud előre haladni tulajdonképpen. A pályázatot beadtuk. Kaptunk egy hiánypótlást, majd a hiánypótlás után eldöntötték, eltelt 3 hónap.